Először is nyilvánvaló tény a 20. században, hogy a keresztény erkölcs a társadalomban vereséget szenvedett. Ez alatt azt értem, hogy a keresztény, és hát hozzá kell tenni, ami keresztény, ami igazi, szó szerint keresztény, a zsidó is. Mert a keresztény erkölcs az a tíz parancsolatra épül, amely az 2. Mózes 20. fejezetben található ez társadalmi miértát tehát az egyházon kívül, mert azért valamiféleképpen részlegesen a társadalmakban jelen volt, a társadalmi megvalósulását szorgalmazták, de egyértelműen a 20. században vereséget szenvedett, nem szorgalmazzák ma már a zsidó-keresztény erkölcsöknek a megvalósulását a társadalomban. És ennek hatalmas nagy következményei lettek az egész kereszténységre vonatkozóan, és gyakran, és ezeknek a következményeknek nincs vége, és sokan nem hagylandóak szembenézni azzal, hogy a, keres, a zsidó keresztény erkölcsi rendszer a társadalomban, most nem a gyülekezetekről, egyházakról beszélek, majd erről is röviden, vereséget szenvedett. És ennek az lett az eredménye nyilvánvalóan, hogy évről évre, évtizedről évtizedre a tényleges kereszténység szorul vissza, sőt sok helyen a társadalomnak a perifériájára került. Miért? Mert nyilvánvalóan a világ, amely feladta és, és amelyben a vereséget szenvedett az a, 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 a zsidó-keresztény erkölcsi norma rendszer, az hatással van a keresztényekre, hatással van a keresztény, az egyháztagoknak a gondolkozására, életvezetésére, vezet, értékválasztására, és ennek az az eredménye, hogy az egyházakban is fokozatosan szorul vissza a zsidó-keresztény erkölcsi normáknak a tényleges megvalósulása. Nagyon sok világi ember él az egyházban, nagyon sok egyháztak elszakadt Isten igéjétől, és ennek az a következménye, hogy a kereszténység váltságban van. Sok, vannak, akik ezt nem ismerik el. De, de ez a tényállás. A kérdés az, megújítható a kereszténység, talpra tud -e állni ebbe a kisebbségi helyzetbe, amibe szorult. A következő kérdés pedig az, hogy hogyan tudja újra a dinamizmusát, az erejét és hatalmát megnyerni ahhoz, hogy a kisebbségi helyzetéből kiindulva újra a társadalomban tér tudjon hódítani, tömegeket tudjon megnyerni Isten számára, Jézus Krisztus számára természetesen, illetve Jézus Krisztus evangéliuma számá, által Istennek. Azt gondolom, hogy ha ezzel nem nézünk szembe, akkor nem látjuk ne meg, hogy miért cselekszi azt Isten a mai korban. Azt, amit cselekszik, konkrétan miért árad ki a Szentlélek, miért nagyon lényeges a Szentlélek ajándékainak a megnyilvánulása, miért nagyon fontos, hogy a Isten népe között csodák jelek történjenek, és újra helyreálljon Isten országnak az az evangéliuma, amit a názáreti Jézus Krisztus prédikált, az apostolok prédikáltak. Miért? Mert mi ezekre a nagyon súlyos kérdésekre nem az egyház korszakban keressük a választ, hanem a Bibliában, az első 70 évben keressük a választ. Mert egyértelműen kisebbségi helyzetből a társadalom perifériájáról indult el a kereszténység, és néhány évtized alatt a judaizmusban is, és a pogány kultúrában is hatalmas nagy áttörést ért tudott elérni. Mi az oka, hogy ha ilyen nagy áttörést tudott elérni, hogy megrázta a római impériumot, a rengeteg zsidó ember hit a názáreti Jézusban, mint mesiásban, ugye ezeket a kérdéseket ma újra fel kell tenni, mert Két válasz lehet, hogy egyik az, hogy a kereszténységet teljes mértékben a világhoz és a világnak az elvárásához, követelményehez kell igazítani, akkor ennek az útnak a vála, az eredménye a teljes megsemmisülés lesz, nincs értelme annak, hogy keresztény egyházak fennmaradjanak, vagy a másik válasz, hogy térjünk vissza Isten beszédéhez. Térjünk vissza azokhoz az er, isteni kegyelmi ajándékokhoz, amivel Isten felruházta az első egyháznak a vezetőit, képviselőit, Jézus Krisztusnak a tanítványait.